ez a város mindig iskolaváros volt, itt mindig nagyon komoly oktatási teljesítmény folyt, innen fantasztikus személyiségek és egyéniségek kerültek ki, akár az ország, akár Európa, akár a világ élvonalába. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora ezekkel a szavakkal idézte fel, és tűzte ki a jövőbeli célokat a szerda délután megrendezett Székesfehérvári Felsőoktatási Intézmények tanévnyitóján. A rektor elmondta, Fehérváron mindig színvonalas oktatás folyt, és a következő időszakban is az a cél, hogy a szakmájukban kitűnő fiatal felnőtteket neveljenek ki a helyi egyetemeken. Ennek védjegyében köszöntötte az új székesfehérvári egyetemistákat a főutcán. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos az a fejlődési pálya, amelyet az Óbudai Egyetem Abarigi Akarával, illetve a Kodolányi János Egyetemmel közösen az elmúlt években megtettünk, hiszen nagyon fontos, hogy minél több hallgató legyen itt Székesfehérváron, akik aztán nyilván a helyi iparban, közszolgáltatóknál vagy egyéb humán területeken el tudnak helyezkedni, hiszen minden munkaerőre szükség van a városban. Ezért is örülünk neki, és azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak tanuljanak a fiatalok, hanem közben jól is érezzék magukat a városban. Az alpolgármester kiemelte, fontos, hogy ne csak székesfehérvári egyetemisták legyenek az új hallgatók, hanem szeretné, hogy a város részeként is gondoljanak magukra, hiszen rengeteget tesznek hozzá a fejlődéshez. Annak érdekében, hogy a gólyák már egy közösségként lépjenek be hétfőn az intézmény kapuján, évről évre megrendezik az összegyetemi gólyatúrát, melynek célja, hogy a hallgatók egymást és a várost is megismerjék egy kicsit. A mai nap lesz a hagyományá vált összegyetemi gólyatúra, ugye a belvárosban nagyjából a különböző szórakozóhelyeket érintjük, különböző ügyesség és logikai feladatokkal fűszerezve. Kicsit is megpróbáljuk építeni a közösséget a gólyák között. Illetve fél évent ugye vannak 2-3 ilyen összegyetemi programunk, ilyen halloweeni buli, akár összegyetemi sportnap. Ilyenekkel próbáljuk ösztönözni a gólyákat, hogy egy közösség legyen, és akkor az egyetem után is összetartó közösséggel távozzanak itt. Az ünnepélyes tanévnyitón Györök György, az Óbudai Egyetem Albarégi Akarának dékánja, Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora, Mészáros Attila alpolgármester és Vas Miklós Máté a Székesfehérvári Hallgatói Tanács alelnöke köszöntötte a hallgatókat, majd a két székesfehérvári egyetem felkötötte szalagját a város zászlajára. A hivatalos ünnepség után pedig a gólyák útnak indultak, hogy felfedezzék a várost.